A Vajdasági Hivatásos Színházak 72. fesztiválján 7 színház, 6 drámai és 4 gyermekelőadást mutatott be a Nagybecskereki Népszínházban. A fesztivál sikeresnek mondható, a gyermek és az esti előadások is teltházasak voltak, ami külön örömünkre szolgál. Az idén lejárt az 5 éves mandátumunk, hogy itt Nagybecskereken szervezzük meg a fesztivált, úgyhogy az elkövetkező napokban ülésezik majd a bizottság, és eldől, hogy a fesztivál itt marad-e, vagy egy időre elköltözik a városból. A legjobb társulatok, személyek és darabok elismerésben részesültek. A legjobb drámáért járó különdíjat Terék Anna kapta a Láthatatlan kölykök című előadás szövegéért. Azt hiszem, hogy jól ment. Én már attól is nagyon boldog voltam, hogy ezt az előadást beválogatták erre a fesztiválra. Ezért tényleg hála és köszönet Alexandra Glovackinak, aki idén a szelektora volt ennek a fesztiválnak, és a díj, amit kaptunk, az ugye Terék Annáé, aki sajnos nem tud itt lenni, ő a szerzője a darabnak, ezt kifejezetten az Újvidéki Színház számára írta. A Vajdasági Hivatásos Színházak Fesztiválját 26. alkalommal szervezték meg Nagybecskereken. Az előadások mellett a látogató kiállításokat és a fesztiválhoz kötődő más műsorokat is megtekinthettek.